A Vörös Kereszt Pest megyei szervezete már évek óta kihelyezte azokat a ruhagyűjtő konténereket, melyek a rászoruló szegény családokat és hajléktalan polgártársainkat hivatottak támogatni. Ebben az anyagi helyzetben azonban fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a felesleges ruhaneműk hasznosítására. Dabason és körzetében összesen 10 konténerben tudják elhelyezni ruhaadományaikat. Összesen hány településen helyeztek el ilyen konténereket? Tulajdonképpen Pest megyében körülbelül 50 településen van kint ruhagyűjtő konténer. A ruhaneműket a rászorulók között osztjuk szét, illetve a hajléktalan intézményeinkben, a hajléktalan ellátásban használjuk fel. A konténereket heti rendszerességgel ürítik. A konténerekben elsősorban olyan ruhát tudnak beletenni, ami belefér. Tehát nagyobb térfogatú ruhákat nem, mert a nyílása nem olyan nagy a ruhagyűjtő konténereknek, de csecsemőtől kezdve a felnőtt ruházatig bármit bele lehet rakni. Azt esetleg lehet tudni, hogy eddig mennyi ruha gyűlt össze, hogy hány családnak tudtak segíteni ezzel? Az, hogy a konténeres gyűjtésből hány családnak segítettünk eddig, az nehezen mérhető, tudni még a területein lévő intézményeink közvetlenül a lakosságtól is vesznek át a ruhaadományokat, és azokat is szétosztjuk a rászorulók között. Tehát nehéz így külön választani, hogy mennyi az az szétosztott adomány mennyiség, ami a konténeres gyűjtésből származik, illetve mennyi az, ami közvetlenül a területnek a lakosság részéről átadott gyűjtése. A konténerek azok éves megállapodás alapján vannak kint, tehát minden évben újítjuk meg a szerződést. Természetesen a konténerek megszüntetése évközben is lehetséges, amennyiben esetleg lakossági tiltakozás következtében kénytelenek vagyunk ezt a tevékenységet beszüntetni, de minden év végén újra kötjük a következő évre a szerződést.